Szeretettel köszöntök minden megjelentet ezen a mai farsangi együttlétünkön. A teltház még messze van, de bízom benne, hogy mindenki nagyon élvezni fogja azt a műsort, amire már nagyon régóta várunk, hiszen már a szervezőkkel, már nem is tudom, talán egy évvel ezelőtt egyeztetjük az időpontokat sorra, hogy valamikor majd csak találkozunk, és örülök annak, hogy itt köszönthetem körünkben a Szegedi Cédrus Társulatnak a résztvevőit, a színészeit, akik majd bemutatják nekünk a Aprócska Csoda című mesejátékot. Többet nem árulok el róla, mert azt mondták a előadók, hogy ők majd a többit el fogják mondani, úgyhogy picit még várunk, hogy mindenki helyet foglaljon, és akkor utána figyelemmel nézzük meg ezt a kis mesejátékot, és utána folytatjuk majd a programunkat, ami szokott rendünk szerint. Erős vár a mi Istenünk! Nagy-nagy szeretettel jöttünk el ide, és hoztunk egy mesét. De mielőtt belekezdek, hadd kérdezzem meg a gyerekeket, milyen nap van ma? Ki tudja? Vízkeresztek napja van, bizony. És más is elkezdődik vízkeresztkor? A farsang. Bizony. És tudjátok, mi szokott lenni farsangkor? Varázslat, mulatság és legfőképpen tanulság. Ezért hoztuk most nektek egy mesét, ami reméljük mulatságos lesz, kicsit varázslatos lesz, és legfőképpen tanulságos lesz. Mert képzeljétek csak, egyszer volt, hol nem volt, de miket is mondok, hiszen nem is olyan régen volt. Élt egy meseíró, Hansnak hívták, rengeteg szép történetet tudott, de egyszer szörnyű dolog támadt. Hatalmas kétely ébredt szívébe, és úgy döntött, őt már nem érdekli többet a mese. Hát ilyen szörnyűséget vajon hogy tehetett? És hogy utána mi lett vele? Erről szól a következő történet. Fogadjátok hát tőlünk nagy-nagy szeretettel az Aprócska Csoda című mesét. És kezdődjék a történet! Tehát kezdődjék a mese végre! Ezt te szépen mondtad! Te mit keresel itt? Neked még nem szabad már itt lenni, még el se kezdődött a mese! Menj már! De miért? Mert még nem szólalt meg a zene, ami jelzi a mese kezdetét. De miért? Mert így szokás! Értem én, hogy így szokás, de az előbb úgy meggörnyedtél, talán elveszett valamit? Nem, csak próbáltam szépen meghajolni. De miért? Mert így szokás. De miért? Jaj, te ha már úgyis itt vagy, legalább mondd meg a nevedet. Aurora vagyok, de te hívd csak nyugodtan Arinak. Ari, valamire megkérhetlek? Igen. Légy szíves, menj már ki a színpadról. És ne kérdezgess folyton, mert megfájdult tőled előbb-utóbb a fejem. Jó, akkor nem kérdezgetlek folyton, mert attól megfájdul a fejed. Jó, mentem is. Na, menj csak. Ezzel az angyalkával mennyi sok baj van. Na hát, róla szól majd a történet. Fogadjátok tőlünk szeretettel. Legyőzte a sárkányt, majd megcsókolta a királylányt, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ez egy elcsépelt facok. Ezt már mindenki hallotta, hogy 50-szer, hanem 100-szor. Fogadjuk, a gyerekek már régen unják, inkább más kéne kitalálni, mondjuk. Mi lenne, ha a herceg helyett a főhős a szegény legény lenne? Ez se jó, ez inkább népmesébe való. Akkor meg valami újdonság kellene, mondjuk, mi lenne, ha a sárkány győzne? Ó, hát ez borzasztó, attól a gyerekek megijednek, látom, van, akinek tényleg nem is tetszik. Akkor meg olyan főhős kellene, akire felnéznek a mostani gyerekek, de ki lehet az, mondjuk, egy kalóz vagy egy focista?
Ez az. Jaj, és a sárkány se jó, azt már mindenki unja. Ahelyett inkább mondjuk lehetne valami modernet, talán egy robot. Na de, hogy győzz le egy focista egy robotot? Megvan. Rúgjon neki gólt. Ez az. Na most, akkor az már megvan, hogy győzz le és megcsókolja a királylányt, ez természetes, de emellett még boldogan éltek, még meg nem haltak. Az emberek manapság akkor boldogan vásárolni mehetnek. Ez az, így kell befejezni. Na, végre készen van a történet. Szóval az ügyes focista gólt rúgott a gonosz robotnak, majd megcsókolta a királylányt, és aztán elmentek vásárolni egyet. Na, ez most tényleg borzalmas lett. Jaj, miért is próbálkozok vele? A mesék már úgy sem érdekelnek senkit se. Abba is hagyom az egészet. Jobban teszek, ha inkább cipész leszek. Persze, a jó cipész mindenki szereti. Na, a meseírót mindenki csak kineveti. Ezt kell tennem. Hagyom én ezt az egészet. Úgy, ahogy van. És kitanulom aztán a mesét. De ezt nem teheted. És ugyan miért nem? Azért, mert Isten ehhez adott neked tehetséget, és az ő ajándékát elpazarolnod nem szabad. Na és te ugyan ki vagy, hogy így mersz nekem parancsolgatni? Aurora vagyok, az őrangyalod, de te nyugodtan hívd csak Arinak. Te vagy az őrangyalom? Jellemző, hogy nekem még egy rendes őrangyal se jutott. Na, de hát most miért gúnyolódsz velem? Mert olyan kis cserfes kislánynak tudsz inkább, mint őrangyalnak, ne haragudj meg. Látod, ez veled a baj, hogy Istentől akár mekkora ajándékot kapsz, te azt nem értékeled. És lásd meg, milyen szép hivatást kaptál. A meséiddel felvidíthatod, sőt, akár taníthatod is a gyerekeket, te meg eldobnád ezt az egészet. De hát ezek a mesék már senkit nem érdekelnek. Na majd én ezt bebizonyítom, hogy nem így van. Bebizonyítod, és hogyan? Tudod mit? Igen? Segítek neked. Odaadom a mesekönyvet, és tessék, olvasd fel belőle mesét a gyerekeknek, és ha találsz hármat, igen, mi érdekli őket, akkor nem mondom, megmaradok a tollamnál, és tovább bírom a meséket, de ha nem, akkor egy jó kis cipész leszek. Na, bácsa, eszembe jutott, na, ezt olvast fel nekik szépen. Ott van, Nick. Puffogi uraság története. Ez egy rémuralmas mese, nem tetszik senkinek se. Jó, nézzük csak, Puffogi uraság történetet. Mi is lehet ez a... Annyira rossz biztos nem lehet. Hogy is csinálta a mesemondó az elején? Kezdődjék hát a történet! Na, egyszer réges-régen a mesebeli erdő kellős közepében élt egy gomba. Hogy mi? Gomba? Hát ez tényleg elég rosszul kezdődik. A tisztáson, ahol lakott, nem volt madárcsicsergés, nem jártak arra állatok, mert aki csak arra tévedt, ő rögtön rámorgott. Így telt a tavasz, a nyár, s már az ősz is közelgett, a gomba pedig lassan megöregedett. Hogy is lehet ez tovább? Hát ez szörnyen unalmas. Csit, lehet, hogy nem sokára izgalmasabb lesz. Persze. Mert annyi minden történhetik egy gombával. Hogy kilő a lába, megnyeri az erdei futóversenyt, hogy hajóra száll, körbe utazza a világ. Na hát, ki szólt? Nem tudom. Biztos nem a gomba volt. Biztos? Tuti. Hát mégiscsak te voltál az akkor. Ki más lett volna szerinted? Akkor szerintem te vagy ennek a mesének a főszereplője, igaz, gomba? Szól is már a nevemen. Galóca Gáspárnak hívnak. Galóca Gáspár. Akkor nem te vagy a Puffogi uraság? De sokan így ismernek, mert mindenkire csak puffogok meg morgok. De miért? Nem tehetek róla. Mérges gomba vagyok. Mérges gomba? Olyan, az, akiről a dal is szól? Milyen dal szól egy morcos mérges gombáról, ugyan már? Van egy olyan, hogy
Morcos, mérges gomba, mindig akad gondja, akármerre fordul, mindenkire mordul. Ne légy morcos gomba, másnak is van gondja, nem is morog folyton, túllépő a gondon. Ez a dal. Hát ez gyönyörű volt. De az az igazság, hogy nekem sokkal nagyobb gondom van, mint bárki másnak. De milyen nagy bajod van? Az, hogy engem senki se szeret. Meglátok azt, mondják, fúj, vigyázz, mérges gomba! Ó, hát ez nagyon szörnyű lehet, és figyelj csak, mondd, egyetlen barátod sincsen. Szerinted? Jó, hát akkor mit is csinálok, mit is csinálja? Megvan, megvan, szerzek neked egy barátot! Meg is van, szerintem itt a gyerekek közül, talán valaki segítségünkre lehet. Bizonyám. Látod, mennyire jelentkeznek. Na, akkor gyerekek, ki szeretne ide kijönni és egy kicsit itt szerepelni? Van jelentkező? Gyere akkor csak. Jó, mindjárt megtanítjuk ezt a puffogi uraságot, hogy hogy kell szépen viselkedni. Gyere csak ide föl, és állj ide középre. Jó, kezdjük át. Mutatkozz be neki. Még az ő nevét se tudom. Akkor áruld el neki a nevét. Nevedet. Bacskó Sára vagyok. Sára. Szia. Te hogy kell bemutatkozni? Jaj, hát még ezt sem tudod. Figyelj csak, fordulj ide hozzám. Aurora vagyok, szia. Szia, Bacskó Sára vagyok. Látod? Most nagyon már menni fog. Akkor bemutatkozok. Szia. Figyeltél eddig a mese alatt? Igen. Akkor tudod a nevemet. Aj, de hát ezt így nem teheted. Mosolyog rá! Így jó lesz. Hát, fogjuk rá. Figyelj csak, inkább mondj neki valami kedves, édes dolgot. Jó. Cukor. Akkor csoki. Van még csoki, jó lesz. Gáspár, ez így szerintem nem lesz jó. Legyen az, hogy inkább mondjuk dicsérd meg. Jó. Te figyelj, Sára. Nagyon ügyesen ki tudtál jönni itt a székek között. Gratulálok, a lépcsőbe se botlottál el. Jó lesz? Gáspár, ez így nagyon nem lesz jó. Figyelj csak, akkor dicsérd meg inkább a ruháját, hogy milyen szépen felöltözött. Ja, tényleg. Milyen csinos vagy. Milyen jól csillog a ruhád. És gomba jól áll az a cipő is. Na jó. Hát már eléggé közeledünk, de figyelj csak, mondd meg neki, hogyha legközelebb erre jársz, és barátok leszünk, akkor... Ha legközelebb erre jársz, és barátok leszünk, akkor kerüljen jó messzire, mert tudod, mérges gomba vagyok. Aj, hát ezt így nem lehet, Gáspár. Te nagyon-nagyon ügyes voltál, de ez a Gáspár egy lehetetlen alak. Várj csak, valami az eszembe villant. Igen. Gyere csak közelebb, Sára. Te figyelj, ha legközelebb erre jársz, és barátok leszünk, és elered véletlen az eső, akkor nyugodtan bújj be a kalapom alá, és megvédelek, hogy el ne ázzál, jó? Jó. Na, ez így már nagyon jó lesz. Akkor lesztek barátok? Igen. Jó, hát ez nagyon na, jó. Na, kezedre. És egy tapsot megérdemelsz, nagyon ügyes farsan. Szép utcáról, ha érdemelsz. Te angyal, én megtanultam barátokat szerezni. De jó, hát akkor tudom mit. Megyek is vissza, és megígérem, hogy ezután nem pufogok és morgok folyamatosan, jó? Jó, rendben. Ég áldjon a hozzám való jóságodért, szervusz! Ég áldjon, hát, nolám, ez a mese mégiscsak jó véget ért, hiszen puffogi óraság megtanulta, hogy az örökös puffogásnál meg morgásnál bizony a barátság többet érhet. Na, de nézzük csak a következő mesét. Hú, hol is van? Itt van a királyfi és a sárkány története. Na, ez nagyon izgalmas lesz. Igen, egyszer volt, hol nem volt. Volt egy király, s annak egy szemfia. Ahogy felcseperedett, lett belőle egy igazi dalia. Hírét hallotta egyszer, hogy a szomszédos országban él egy félelmetes sárkány a barlangjában, s hogy az ottani király lányát adja annak, ki a rémséges rémtől megszabadítaná. Útnak ered hát, hogy legyőzze a sárkányt. Jaj, hogy lehetek ilyen szerencsétlen?
Jaj, nekem! Jaj, hát mi bánt, Daliás királyfi? Mi bánt? Megmondhatom neked. Én a Daliás királyfi útakerettem, hogy legyőzzem a sárkányt és megszerezzem magamnak a királylányt. De otthon hagytam a kardomat. És nem tudom, neked véletlenül nincs egy? Hát sajnos nem hoztam magammal, mert én őrangyal vagyok, és nem arkangyal. De különben is nincs más mód, hogy a királylány kezét elnyerhesd. Te olvastál már egyáltalán meséket? Vagy három próbát kell kiállni, vagy a sárkányt kell legyőzni. Akkor olyan nem is tudom, hogy hogyan segíthetnék én neked. Én tudom. Igen? Beszélhetnél vele, hogy költözön el innen jó messzire. Mi, hogy én beszéljek a sárkányjal? Hát neked kell a királylány keze, beszélj te vele. Engem megesz. Miért és szerinted engem nem enne meg? Veled biztos kivételt tesz. Amilyen apró vagy félfogára nem lennél elég, de nézzél rám. Én jó zsíros falat lennék. Nem. Figyelj, egyébként is azt mondtad, hogy őrangyal vagy, nem? Aj, mert mindig eljár a szám. Jó, hát legyen, akkor beszélek vele, na. Na jól van. Én meg megyek, és itt a környéken nézek még kardot magamnak, hát jó, a találom. Jó. Fúha, már megint milyen bajba kevertem magam. Most mit csináljak? Jó, összeszedem magam. Légy erős, Ari! Légy bátor, és most mutasd meg, hogy... Ja, Istenem, jó, keressük meg. Na, sárkány! Sárkány! Merre vagy, sárkány? Sárkány! Hol vagy, sárkány? Erre bújt el akkor, sárkány. Nem vagy itt, sárkány. Jaj! Hogy hát hol is lehetsz már? Szerintem a kis herceg. Szervusz! Szia! Szia! Te vagy a félelmetes sárkány? Hogy én félelmetes? Maximum csak a hírnevem. Nem hiába hívnak, azért mondjuk jaj, vigyáznak. Jaj, vigyáznak? Hát biztos azért, mert tüzet okátsz? Ugyan már az csak mese. Akkor a hangottól riadnak meg az emberek? Ettől a hangtól? És nem gondolod komolyan te se? Akkor hát mi lehet ez? Nagyon egyszerű. Igen. Képzeld, nem fogod elhinni. Roppant ügyetlen vagyok. Akármerre fordulok, mindig valakit megütök. És legutóbb a fél királyság is majdnem romokba hevert. Ó, hát és akkor miért nem költözöl oda, ahol kárt nem tehetsz? Hát az annyira könnyen azért mégsem megy. A mesék szerint a sárkány csak akkor költözhetik el, ha valaki legyőzte. És nincs erre jelentkező. De, múltkor is akadt egy lovag. Jó fejbe kólintott, én megszédültem, és véletlenül ráomlasztottam a barlangot. Ó, jaj. Most keresek éppen egy újat magamnak, mert nem lovagot, hanem barlangot. Barlangot? De figyelj csak, miért kell neked mindig barlangokban bújkálni? Mert félek az emberektől. Mindegyik meg akar küzdeni velem, de én meg nem akarok verekedni, én nem akarok már bibis lenni. Nagyon sajnálom, de hát akkor lesz neked egy rossz hírem. Te nem foghatnám be legalább az egyik fülemet? Na miért? Mert ha félig hallom, akkor fele olyan rossz hír. Jaj, milyen félős sárkány vagy te! Ezt már észre lehet mondani nekem. Te ezt mondod nekem? Hát tudd meg, hogy... Hogy? Teljes mértékben igazad van. Nem tehetek róla, olyan félelmetesek az emberek. Jönnek mindig azok a nagy kardokkal, és akkor csapdosnak össze-vissza. De nem szabad mindig félni. Azt mondod, hogy nem kell mindentől csak félni? Nem kell mindentől félni.
Bizonyám. Na persze. Úgyhogy szerintem legjobb lenne, hogyha megküzdenél a királyfival. Na jó, tudod mit? Igen. Ha beszélsz vele, hívd ide. Hívd ide. Ő ide jön. Igen. Én meg úgy elbújok, hogy meg se fog találni. Hát ezt nem lehet így csinálni. De jó, hát akkor beszélek vele, na. Jó, én meg elbújok oda hátra egy odvasfábot. Kinéztem már magamnak. Hívd ide nyugodtan. Jó. És hogyha tényleg nem tudod lebeszélni róla, akkor jöjjön. Küldjünk meg. Esik úr. Ja, hát szép kis mese mondhatom. A királyfi meg a sárkány úgy kerülgetik egymást, mint macska a forrókását. Én meg angyal létemre postásuknak szegődtem. Hát nem is tudom, hogy mit csináljak. Jó, hát, na, mégiscsak, hogy lássa jó szívemet, előkeresem én azt a királyfit. Királyfi! Királyfi, merre vagy? Na, gyere csak! Szerencse, mert egyébként kiderült erről a sárkányról, hogy inkább félős, mint félelmetes, és retteg attól, hogy valami baja eshet. Egy félő sárkány? Nem mesélj már nekem! Pedig egy mesében mi más tehetnék? Fél. Uh-huh. És retteg tőlem? Uh-huh. Hát akkor ezt meg kell néznem. Merre van? Arra ment. Majd én megmutatom, na gyere csak, gyere! Na jó. Aha! Meg is vett a sárkány! Jaj! Csak annyira remélem, hogy egyikőjüknek sem esik majd baja. Mert hát a királyfi annyira elszánt a sárkány, meg hát ha félős is, hát akkor is egy sárkány. Aj, uram, kérlek, segíts, hogy egyiket se érje nagy baj. Na most aztán, bék oda! Jaj, királyfi! Azt hiszed, hogy ezzel olyan nagyra vagy? Hehe, ez semmi nem volt, ezt végén hárítottam. Na, de ez bék ki, ezt a cseh! Most egészen meglettél engem. Na megállj csak, ezt még kivétem, de most ezt hál' is, ha tudod. Jaj, nekem most majdnem végem lett. Na nem baj, most megkapod a magadét. Te fele vagy. Most aztán nem tudod ezt kivéteni. Legyőzz vele, íme véget hál. De királyfi, hát megígérted, hogy nem fogod bántani a sárkányt. Ne aggódj már, kedves angyal. Nincs annak semmi baja. Csak kiderült, hogy a sak nem az én műfaja. Sakban győztem, mert nem kell félned, de így legalább legyőztem a sárkányt, ő elköltözhet. Én pedig a szép királylányt feleségül vehetem. Ó, ég veled. Jaj, de jó, hát ez ennek a mesének is jó vége lett. Akkor nézzük hát az utolsó mesénket. Júj, ez nagyon izgalmas lesz. Igen. Hát, Kabzsi Manóról szól a következő mesénk. Kezdődjék hát a végső mese! Jó. Hiszitek-e vagy se? Élt a városról nem is olyan messze egy Manó, kinek mindene volt egy kincses ládikó. Ebbe gyűjtött mindent, ami csillogó. Volt ott benne aranypárna, gyémánt takaró. Nem is volt néki más boldogsága, mintha minden nap csak aranyait számlálhatta. Egyszer azonban testvére elhívta a Manó bálba. Jaj, de én testvérké! Jaj, kedves Manókomám, hát mi bánt téged? Testvér bátyámot síratom éppen. De hát ugye nem érte őt nagy baj? Nem éppen. Csak tudod, álló nap csak a kincses ládikója mellett van, ki sem mozdul semmiféleképpen. Én meg
Féltem őt is, egyébként is. El akartam volna hívni egy kicsit mulatni, hát... Igen. Most inkább nem mondanám, hogy miket mondott nekem. Jaj. A szemtelen. Hát ilyet senki fia nem tehet a testvérével. Ugye? Igen, de árulj csak el, hát ha tudok neked segíteni. Árulj csak el, hogy hogy hívják, és hogy hol találhatom. Konca neve. Én meg Cibere vagyok a testvére. Bizony, és arra van, ott hátul a kuckója. De te ne menj ám oda, mert nagyon mérges, nagyon morcos, és félek, hogy nem fog neked kedveseket mondani. Na, azt majd meglátjuk. Bízd csak ide. Jaj, de jó lenne, ha segítenél nekem, angyal. Kitalálok én valamit, majd a gyerekekkel megbeszélem. Helyes, beszélj csak meg. Jaj, szegény testvérké! Jaj, hát szegény, hát gyerekek, mit tehetnék? Tudom már, hogyan is csináljam. Azt fogom csinálni, mert szerintem erről a Kabzsi Manóról fog szólni ez a történetünk, akkor énekelek neki valamit, amitől talán elő fog merészkedni. Aranyló csengő szól hozzád, aranyló hangom száll hozzád, aranylón ragyog fent az ég, aranyló fényét szórja szét. Aranyló csengő szól hozzád, aranyló hangom száll hozzád, aranylón ragyog fent a nap, aranyló hangom elhallgat. No, ezt a voltam! No, milyen szép az éneket, te! Megveszem a hangodat! Add már nekem, mennyit kérsz érte? Jaj, tehát az én hangom nem eladó, nem úgy van az ám. De hát, figyelj, adok érte egy zacskó aranyat, no? Nem, nekem nem kell az aranyad. Inkább oszd meg a testvéreddel, és kísérd el őt a manóbálba, hiszen ezt úgy várja. Bordizom ott a teremtető, de hogy is. Te arra várna az összes haromja meg kalóz, hogy én elmenjek innen a kuncs mellő. Még mit nem? Jaj, hát mit is tehetnék most? Egyébként is. Nem adod el? Hát nem is tetszett a hangod. Na jó, hát akkor, ha ezt mondod, akkor Isten áldjon, ég veled. Na várj, ho-ho-ho-ho! Egyezünk már meg valahogy. Igen. Ha nem arra jött kész, akkor mit szeretnél cserébe? Jó, figyelj csak, hogy lásd jó szívemet, három kérdést felteszek neked. Ho-ho, de buta vagy, hát megfelelem. Ha azokra jól felelsz, akkor a tiéd lehet a hangom. Hogyha viszont én nyerek, akkor minden úgy lesz, ahogy megbeszéltük. Jó, figyelj csak. Halld hát az első kérdésemet. Mi az, ami fényesebben ragyog? Az aranytallér, vagy a szép mosoly az arcokon? Jó. Szerintem ez beugratós lesz. Hát, az aranytallér. Biztos. Szerintem a gyerekek is ezt mondanák. Ugye, hogy nem, gyerekek? Nem bizonyám, hanem a szép mosoly az arcokon, az mindennél többet ér. No. Sajnos rosszul feleltél a kérdésre. Mi a második? A második kérdésem az lesz, hogy mi az, ami igazán boldoggá tehet? A pénz vagy a szeretet? Húha, ez egyre nehezebb. Nem. Nincs valami harmadik lehetőség. Na, felej hát! Akkor a pénz lehet! Nem, gyerekek, hát úgy, ahogy a szeretet? Igen. Bizonyám. Jó, hát figyelj csak, legyél nagyon-nagyon figyelmes a harmadik kérdésnél, jó? Meg tudod majd csinálni, ígérem neked. A harmadik kérdésem így szól, hogy mi az, ami a legértékesebb lehet? A kincses ládád, vagy a testvéred, aki szeret? Így már félek rá válaszolni. Súgjatok már nekem. A testvérem. Fontosabb lehet, mint az összes kincsem. Ő a legnagyobb kincsem. Még mit nem. Őt nem lehet megszámolni, ő csak egyedül van. Na. Jó, hát igazatok van. De várjunk csak. Hisz az előbb megbántottam. Lehet, hogy elvesztem majd a legfontosabb kincsemet. Azt nem hagyhatom. Jobb, ha utána megyek, és bocsánatot kérek tőle. Így lesz a legjobb. Köszönöm neked, angyal, hogy megmutattad, hogy mit kell tennem. Na, megyek is, bár sajnálom, hogy a hangodat el nem nyerhettem. Haj, figyelj csak, hogyha jól figyelsz, és csöndben figyelsz, akkor hallhatod majd éneklő hangomat. Megteszed ezt nekem? Meg. Jaj, köszönöm. Na most megyek. Testvéri, várj már meg!
Így veled. Lám, ez a mese is nagyon jó véget ért, hiszen a kapcsimanó megtanulta, hogy az aranynál meg a pénznél a testvéri szeretet mindennél többet ér. Úgyhogy, ha jól látom már, megvolt a harmadik mese, akkor ezek szerint Hans, már csak ő maradt hátra. Remélem, hogy ebből megtanulta azt, hogy az ő meséi mégiscsak tanulságos történetek voltak. Hans, merre vagy hát? Jövök már! Te mit hallottam az előbb? Biztos rosszul hallottam. Lehet, hogy a fülem csengett, vagy... vagy valami csengő szólt. Kacagást hallottam az imént. Mosolyt. A gyerekek voltak azok? Bizonyám, a gyerekek voltak. A meséiden nevettek, sőt, még tanultak is belőlük. És remélem, hogy ebből te is tanultál. Tanultam bizony. Most már tudom jól, hogy amit Istentől kaptam, az el nem pazarolható. Ha ehhez kaptam tehetséget, hát ezt kell tennem. Meséket kell írnom. Köszönöm neked, kedves angyal. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy mit kell tennem. De cserébe még valamit kérek tőled. Igen. Mondd csak. Írhatnék majd rólad egy történetet? Hogy rólam? Persze. És mi lesz az, mondjuk? Arya rettenthetetlen vagy? Arya legyőzhetetlen? Nem. Én nem ilyen fellengzősre gondolok. Adj csak ide. Már itt is van benne a mese. Nézd csak. Az a címe. Az aprócska csoda. Ez rólad szól. És ha már ilyen kis csoda vagy, egy valamire meg megkérlek. Istennek oly hálás vagyok. De sajnos nem szépen énekelek. Kérlek a hála éneket, énekel el nekik. Úgy lesz. Elárul most nektek. Mit az ember Istentől kap, mindig becsülje meg. Bizony, és mit kapunk tőle? Nagyon sok mindent, de legeslegfőképpen szeretetet. És én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt szeretet éljen mindig szívünkben. Akár mulatozunk, akár búsulunk, akár csak tanulunk. Szeressük egymást mindig, mert ennél fontosabb nem lehet. Isten áldjon meg mindenkit, és soha ne feledjétek, erős vár a mi Istenünk, és ezt köszönjük meg neki. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a adásunkat.
szépen köszönjük a Szegedi Cézus Társulatnak az előadást, és azért hadd kérjük meg, hogy legyenek szívesek, mutassák be egymást, hogy mi is tudjuk név szerint, hogy kik adták elő a darabot, és pár szót esetleg arról, hogy milyen darabokat szoktak még előadni, milyen környezetben szoktak megfordulni, kiknek adják elő a darabjaikat. Hát egyébként nekem van nehezebb dolgom, hogy is a hölgyet Dubá Viviennek hívják. Én magam Békési János vagyok, mi vagyunk a Szegedi Cédus Társulat. Célunk az, hogy minél több helyre eljuttathassuk az isteni igének az üzenetét. Kétféle csoport van, akiket meg szoktunk látogatni. Az egyik a kisgyerekek, őnekik meséket szoktunk vinni. Meséket a szeretetről, a megbocsájtásról, a hitről. Illetve vannak a felnőttek, őnekik pedig különféle bibliai történeteket, illetve Luther Márton életéről is van egy előadásunk is. Ezzel is szoktuk járni az országot. Szeretnénk azt elérni a felnőtteknél is, és a gyermekeknél is, hogy észrevegyék azt, hogy Isten nincs messze. És nem csak olvasni lehet róla, de minden egyes nap itt van a közelünkbe, és vigyázz ránk. Ezért járjuk mi az országot, hogy ezt az üzenetet minél több helyre eljuttathassuk. És köszönjük szépen, hogy önöknél is szolgálhattunk. Isten áldását kérem a kedves gyülekezetre. Viszontlátásra! És mivel arról hallottunk, hogy megköszönhetjük Istennek azt, hogy mi mindent kaptunk tőle, különösképpen azt a szeretetet, amellyel egymást felé is fordulhatunk, ezzel a gondolattal csendesedjük egy picit el, hogy egy imádsággal zárjuk az együttlétünknek ezt a szakaszát, és így köszönjük meg azt is, hogy ránk fordította a figyelmet most ez az előadás, hogy egy kicsit odafigyeljünk arra, hogy mi saját magunk milyen ajándékokat kaptunk, és hogy ezt ne pazaroljuk el, és most a jelmez válva is bemutassuk, hogy milyen tehetségünk van arra, hogy egy kicsit mások is legyünk, mint amilyet mi valójában szeretnénk lenni. Csendesedjünk egy imádkozzunk. Urak Istenünk, köszönjük azt a sokféle ajándékot, amellyel elhalmoztál bennünket. Köszönjük az éleghangunkat, köszönjük a jókedvünket, a nevetésünket, köszönjük, ha gyorsan tudunk futni, köszönjük, ha szépen tudunk rajzolni, vagy valamilyen zeneszerszámot tudunk megszólaltatni. Köszönjük azt, hogy tudunk mosolyogni anyukákra, nagyszüleinkre, tudunk gyermekeinkre odafigyelni, tudunk adni, akár felnőttek, akár gyerekek vagyunk. De mindenek előtt azt köszönjük, hogy Te annyi mindent adsz nekünk, és semmi felül nem múlja a Te jóságodat és gondviselésedet. Kérünk így, őrizd meg bennünket ezután is, és attól, hogy mindig észrevegyük a Te kezed munkáját rajtunk, és ezért Téged mindörökké dicsérjük. Amen. Köszönöm szépen, és akkor most elbúcsúzunk a előadóktól, és akkor most arra kérem a jelenlévőket, hogy akik arra készültek, hogy valamilyen ügyes kis jelmezbe belebújjanak, akkor azt most tegyék meg, és egy 10 perc múlva körülbelül bemutatjuk, hogy milyen jelmezek születtek. Jó? Ott még egy kicsit nyugodtan mindenki föláll, ott egy kicsit még mozdulhat, talán még van egy sütemény is, akit szeretnék postolni, egy kicsit kiszervezték a termet, hogy legyen. Első jelentkezőként a kis családommal. Pukkot láthatjuk a Szent Iván éjjel álomból, feleségem Makrancos Kata, én pedig maga a mester, és látszik, hogy igazat írtam, mert színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Köszönöm szépen! Sötét hercegnő vagyok. Én vagyok a betlehemi csillag, mutatom az utat a kis Jézushoz. Gyertek, gyertek!
vagyok a Csíkotának az öreg bohóca. Én énekedem a magyar, az én apukámat is, mert az is bohóc voltám. Hát ez nem jó, nem szóval. Van másik. Ez se szóval. Akkor énekelünk. Az én apukám egy olyan híres bohóc volt, mint amilyen még nem volt sohasem. Piros haja volt, és krumpliből volt az óra, szombit a harsant, mikor megjelent. Mókázott ő ott fenn a trapéz tetején, nem szólt soha, szélén, nem tudom, az én apukám egy olyan híres bohóc volt. A mai világban ördögnek képzelem magamat. Fekete szakál és legénysége. Júlia vagyok. Ő pedig az udvari bolond. Kedves Júlia, remélem, hogy megismertél, én vagyok Lőrinc pap, aki téged összeadtalak Rómeóval. Itt van az esketés liturgiája, és itt van az altató, amit neked adtam, amivel szépen elaludtál, és szegény férjed azt hitte, hogy nem is vagy már az élők sorában. Úgyhogy nagyon sajnálok benneteket, de szívből örültem annak, hogy titeket összeadhattalak. Köszönöm szépen. Ho-ho, na én vagyok, ki lehetek? Igen, én vagyok a király, kedves Adjuk már! Na, ki vagyok én? Na, ez bolondság! Kérjük a zsűrit, hogy akkor konzultáljon, és várjuk a zsűri válaszát. Ahogy megkezdtem.